Radikalolid plusz a szigma, az ugye szigma per gyökern. Itt pedig a standard érték, tehát a psi standard érték. Na, sziasztok! Igazából ez a vlog most kezdődik, ahogy láthatjátok. Viszont már tegnap vlogolni akartam, csak valamiért nem jött össze. Viszont ma volt egy órám a suliban, most amúgy ilyen délután 3 körül van, vagy 3:30. Jaj. Egy koripálya mellett sétálok, ahol nagyon hangos a zene, elnézést. Oh, hello! Egy kutyának köszöntem. És most a következő program az, hogy Attilával megint összeülünk így kávézni, beszélgetni, illetve dolgozgatni. Ilyenkor mindig tök hasznos ilyen laptopozós időt szoktunk eltölteni, ami amúgy tényleg mindig hasznos, mert én mindig ilyenkor időzítem be azokat a dolgokat, amikhez amúgy nincs kedvem, de mivel ezért ülünk össze, ezért mindig meg szoktam csinálni, úgyhogy ezek tényleg általában tök hasznosak. Mit mondhatnék még? Ennyi. Ez nagyon tetszik nekem. Itt fogok lakni a felnövet. De jó. Szója tejjel, mint zabtejjel, vagy rizstejjel tudom adni. Rizstejjel. Itt fogyasztod? Igen. Nagyon jó van ezek. De ezt most lelőhetjük, ezt az outfitet? Jó. Amúgy tök jó, nekem nagyon tetszik. Jó az öv meg a cipő kombinációja. Az outfit is nagyon jó. És az Attila ilyen sokat fog enni. Mert én zabatnik vagyok. De amúgy ez mind a kettő vegán szendvics, nem? Fogalmam sajnos. De nem baj. Igen. Én is gondolkodtam szerintem, csak én csak most ilyen vegán típusút nem kívántam sajnos. Nem tudom milyen szendó, de biztos finom lesz, csak ezek tetszettek. Az Attila olyan cuki volt, hogy vett egy nekem egy kókuszgolyót, vagy ez kókuszgolyó? Kardamom van benne, az nem tudom mit azt jelent. Azt én imádom, én alapban kardamomos chai latte-t szoktam inni. Az én nagyon finom. Tettem, ahogy akkor ízni fog, meg kókusz. Igen. Meg most sem én. Aha. Hogy ez kőkemény. Jó? Jó, fűszeres üzenem. Cuki vagy, hogy mindig így eltakarod az arcod, miközben beszélsz és eszel. És sose takarom el. Nem akarom. Lássad csak, hogy rá. Jó, kossal meg te is. Jó. Nem. De most mi ez? Mert hogy egy kardamomos kókuszgolyó? Igen. Picit azért puri, de nem rossz. Amúgy finom, de van benne valami fura. Igen. Mint bazsalikom szerintem. Az nagyon random. Szerintem valamilyen fűszernövény van benne. Ilyen kakukkfű vagy. Tényleg? De amúgy jó, köszönöm. De finom. Na, közben másnap lett, mert igazából tegnap már semmi extra nem történt. Azon kívül, hogy Attilával ugye kávéztünk, azt láthatjátok, aztán hazajöttem, és így elment a nap semmi olyannal, amit meg kellett volna mutassak, vagy mit tudom én. Viszont történtek érdekességek, legalábbis számomra fixen. Nem tudom, miért érzem ezt, hogy erre muszáj reagálnom, és erről muszáj beszélnem, de ha így érzem, akkor miért ne tegyem meg. Rátaláltam én is arra az oldalra, ahol influencereket tárgyalnak ki emberek. Szerettem volna igazából, ennek most nem az a lényeg, hogy így megvédjem magam, vagy bármi, én is téma vagyok természetesen ezen az oldalon, ezért szerettem volna ezekre reagálni, vagy hát a főbb ott felmerülő, rólam felmerülő kérdésekre és fals információkra reagálni, vagy elmondani a véleményem. Szívesen reagálnék az ott felmerülő kérdésekre, amiket
kérdések, hát igazából mondjuk hívnám ezeket inkább kicsit rossz öngyalatú megjegyzéseknek, de most szívesen reagálok rájuk. Amúgy fel is írtam magamnak, hogy mik az ilyen főbb témák, amiket így érintetek abban a csoportban. Az első az az, ami felmerült ebben az egészben, hogy törlöm a negatív kommenteket, és hogy nem bírom a kritikát. Egyébként az a része zavart ennek, hogy mintha én titkolnám, hogy törlöm a negatív kritikát, vagy törlöm a negatív kommenteket, sosem titkoltam, hogy törlöm a negatív kommenteket, igazából ezzel úgy vagyok, hogy ha valamit hasznosnak ítélek meg, mármint ilyen építő jellegű kritika, bár szerintem sok mindent gondolnak negatívan kommentelő emberek építő jellegű kritikának, ami nem az, cseppet sem. Ha én azt érzem, tényleg nem bírom a kritikát egyébként, viszont ha én azt érzem, hogy az én lelkivilágomat sérti az adott komment, akkor ki fogom törölni. És ezeket úgy szoktam törölni egyébként, hogy már egy mondat után, hogyha egy mondatot elolvasok, és látom, vagy érzem, hogy nekem ez fáj és rosszul esik, akkor mindenképp a lelkivilágomat előre helyezve szoktam átgondolni és kitörölni általában az adott kommentet. Ezek mondjuk a súlyomra vonatkozó dolgok, egyéb gyengeségeim, amiket nyilván mindenki lát, és én is tudok saját magamról, de nem feltétlen esik jól, hogyha ezeket kiemelik, de mindenkinek vannak ilyen dolgai, és ezeket a kommenteket szoktam törölni, amikkel nyilván nem érzem komfortosan magam, hogyha ezekkel bántanak, vagy piszkálnak, vagy stb. Szóval ezeket a kommenteket igenis ki szoktam törölni. Nem csak úgy törlöm ki, hogy ezekről nem tudtok, most is elmondom, már régebben is elmondtam, én úgy érzem, hogy fontosabb, vagy előbbre való az, hogy én ne sérüljek, mint az, hogy a te kommented csak úgy ott legyen, mert ez nekem biztosan jobban fáj, mint amennyire neked fontos, hogy leírd azt, hogy szerinted nem kéne ennyi gyors kaját ennem, vagy ilyenek. Illetve, ami még ezzel kapcsolatos, hogy én a kritikát nem bírom, és ez azt is mutatja, hogy nem veszem félvárra a kritikát. Szóval én tipikusan az az ember vagyok, és nekem szerintem az első tanács, amit minden ember vagy barátom szokott mondani, az az, hogy ne foglalkozzak mások véleményével. És ez abszolút olyan dolog, amit be kellene tartanom, vagy hát sokkal jobban be kellene tartanom. Ugyanis én nekem, hogyha a Gyula bácsi az utcán azt mondja, hogy fúj, de csúnya vagy, akkor én két napig azon gondolkodom, hogy miért gondolhatta ezt, mi az, amiben változtatnom kéne, stb. Pedig nekem a Gyula bácsi az utcán senkim. Tehát, hogy nem... Értitek? Hogy nem feltétlen kellene azt a kritikát meghallgatnom, és normális lelkületű vagy agyú emberek ezt fel tudják úgy dolgozni, hogy ok, akkor leszarom, és nevetek egy jót. Én nem ilyen vagyok, nem tudom miért, de nagyon sok ember véleménye érdekel, befolyásol, ki mit gondol rólam. Nem tudom, hogy ez fog-e változni, valószínűleg ahogy növök fel, igen, mert mondjuk 2 évvel ezelőtt ez mondjuk sokkal durvább volt, mint most, de most sem mondom azt, hogy nem érdekel. Szóval most is ugyanúgy elgondolkozom bármilyen véleményen, és pont ezért szoktam törölni a negatív kommenteket, hogy ne tudjam 550-szerre is elolvasni, és 550-szerre is rossz érzést okozni magamban, mert felesleges, mert nem fogok mindenkinek megfelelni, ez 1000%. A második pont, a zavar a súlyom, engem, és ennek ellenére kajás videókat készítek. Az első része az, hogy zavar a súlyom, erről meg alapból az evészavaromról van egy külön videóm, soha nem titkoltam. Én az evészavaros videómban, amiről van tényleg egy külön videó, tehát hogy ezt sem titkoltam el soha, erről beszéltem. Szóval igen, én a súlyommal folyamatosan küzdök, valamikor sikeresen, valamikor sikertelenül, valamikor jól érzem magam a bőrömben, valamikor nem. De ezt is kitártam mindenki elé, mert erről is beszéltem. Nyilván nekem is vannak kételyek a súlyommal, meg a kinézetemmel kapcsolatban. Nagyon sokan vagyunk így. Ennyi. Illetve a kajás videókra pedig visszatérve, én nagyon szeretem ezeket a videókat elkészíteni. És ez egyfajta hobbi. Tehát, hogy én szeretek új ételeket megkóstolni, és ti pedig szeretitek ezeket megnézni. Vagy hát a visszajelzésekből mindenképpen azt látom, hogy ezeket ti nagyon szeretitek megnézni. És én is szeretem, ti is szeretitek. Ehhez még azt nagyjából hozzáfűzném, hogyha végig gondolom azt, hogy mi értelme van az interneten való jelenlétemnek, akkor szerintem 90%-ban a tökéletlenségeim bemutatása. Ez egy tök jó példa erre, hogy szerintem
vagy nem szerintem, hanem tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen ember, aki mondjuk küzd a súlyával, vagy nem annyira komfortosan érzi magát a testsúlya miatt, és ennek ellenére finom kajákat eszik. Mármint, hogy hízlaló kajákat, vagy nem tudom, hogy most azt hogy fogalmazzam meg. És szerintem ez tök megnyugtató, hogyha ezt én is bemutatom az interneten, és nem hazudom el, hogy azt mondom, hogy wow, de odafigyelek, hogy én miket eszem, és közben így nézek ki, mert szerintem az teljesen, mert ti is tudnátok, hogy kamu, meg hánynom kéne attól, ha ezt a kamut kéne mutatnom. Igazából csak azt mutatom, ami valójában történik, és az, hogy kajás videókat csinálok, vagy szeretek enni, és ezt megmutatom, ennek ellenére nyilván lennék egy 12-3 kilóval vékonyabb, vagy vékonyabb, kevesebb. Hány ilyen ember van még? Az, hogy azt mutatom, amilyen vagyok, én nem tudnék más mutatni, ezt őszintén mondom, szóval azért nem csinálnék kajás videókat, mert tudom, hogy zavaros. Szóval nekem ez így nem fér össze. Én azt mutatom, ami van, aztán ennyi. Át is térnék arra, hogy semmit mondó videókat csinálok, nem tartalmaznak tudományos tényeket, stb. Erről nagyon hosszan van véleményem egyébként. Szerintem addig semmi baj. Mert én alapból azt nem értem, hogy a csak szórakoztató tartalom az miért lett a magyar YouTube-on ennyire támadható felület. Szóval én tudom, hogy miben érzem magam hitelesnek. Tudom, hogy mondjuk az XY miben érzi magát hitelesnek, és miben hiteles, és ő, hogyha éppen abban érzi magát hitelesnek, hogy a globális felmelegedésről, helyes táplálkozásról, stb. Készítsen videót, akkor az tök jó, és én is megnézem, és engem is érdekel a globális felmelegedés, sokkal több minden érdekel egyébként, mint amit itt láttok belőlem YouTube-on. Itt belőlem YouTube-on egy hobbit. Az egyik hobbimat láthatjátok, ami pedig új helyek felfedezése, mármint új ételek, mármint új éttermek, új ételek kipróbálása, stb. És ez mondjuk az a személyiségemnek az 1/10000 része. És én úgy döntöttem, hogy ezt szívesen megosztom itt YouTube-on, és ti erre vevők vagytok, és ez tök jó, és szeretitek ezt nézni, ezért én ezt tovább folytattam. Ennek ellenére egyébként szoktam vlog videókat csinálni, mert azokat is élvezem, szoktam nagyon sok minden videót, nagyon sokféle videót csinálni, viszont én ezeket mind élvezetből csinálom, hogyha nekem... Tehát egyszerűen nem érzem azt, hogy hiteles lennék egy... Nem bármilyen komolyabb témában, hanem olyan témákban, amiket mondjuk a negatív kommentelők, az ezzel kapcsolatban negatívat kommentelők elvárnának tőlem. Tehát nagyon sokan vannak olyanok is, akik ilyen jellegű videókat készítenek, amik edukatív jellegű videók. És nekem miért kellene ilyet csinálnom, mikor nem érzem azt, hogy ebben hiteles lennék? Én is megnézem az edukatív jellegű videókat, az edukatív jellegű videóknál néző szeretek lenni. És ha mondjuk egy adott témáról én nem tudok túl sokat, az még borzasztóbb lenne szerintem, hogyha én leülnék egy kamera elé és beszélnék olyan témákról, amikről nem tudok túl sokat, mert valószínűleg fél információk hagynák el a számat, meg olyanok, amik nem hitelesek. Én a YouTube-ot arra használom, hogy szeretlek titeket szórakoztatni a hülyeségeimmel, és... szeretem készíteni ezeket a dolgokat, de ennek ellenére nem gondolom magam egy nem tudom, káros csatornának, vagy bármi, és nyilván sokkal jobban magamra veszem ezt is, mint kellene, ezeket a véleményeket, de hát ez van, ilyen vagyok. Illetve, hogyha magamról azt el tudom dönteni, vagy hát tapasztalatból tudom, hogy mondjuk egy megjegyzés a külsőmre mármilyen szarhatással van a lelki, mentális egészségemre, mert én azon mennyit gondolkodom, hogy úristen, olyan igaza van az adott embernek, úristen, nekem ez rosszul esik, változtatnom kell, miért nem vagyok képes változtatni, bla 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 bla. Ez ilyen folyamatokat indít el bennem, akkor mi lenne, ha megszólalnék egy érzékenyebb témában, amiről van véleményem, a barátaimmal nagyon szívesen beszélgetek erről, és megosztom a véleményemet, de ha megszólalnék erről az interneten, kb. Egy céltáblát csinálva magamból, akkor azok vajon milyen hatással lennének rám? Tehát ettől egyértelműen megkímélném magam. És ez
100%-ben úgy van, hogy nem nincs véleményem az aktuális érzékeny témában, amiről szó van az interneten, vagy szó van a világban, csak én ezt nem szeretném megosztani. Én úgy érzem, hogy azokat a dolgokat szeretném megosztani, amiket meg is osztok, és nem ezek a komoly témák. Szóval, hogyha barátok vagyunk, akkor szívesen beszélgetek veled erről, vagy a családtagom, vagy nem tudom, és megosztom a véleményem, és akár vitatkozhatunk is, de én céltáblát nem csinálnék magamból az interneten. Szóval tudom, hogy milyen hatással lenne rám, és nekem ez előrébb való, mint az, hogy én most hú, nagyon okos voltam, és bebizonyítottam itt, hogy okos vagyok, és nem tudom, meggyőztelek titeket, mert nem is célom meggyőzni senkit, szóval aki meg kettővel magabiztosabb nálam, az meg csináljon ilyen videókat, tök szívesen megnézem, elgondolkodom rajtuk, véleményt is alkotok róla, amit nem fogok leírni egyébként komment formájában soha senkinek, kivéve, hogyha nagyon tapasztalt vagyok a témában, vagy nagyon nagy tudója vagyok a témának. Ennyi. Szóval szerintem ez nem fog változni. Én továbbra sem hiszem, hogy ilyen témákban meg fogok szólalni, mert egyszerűen nem érzem magam komfortosan, hogy kirakjam nem tudom hány ezer ember elé azt, hogy nekem mi a véleményem a bármilyen érzékeny témában, mert nem tudom, ettől rosszul érzem magam. 1v1-ben, élőben szívesen beszélgetek erről, így itt az interneten nem. Illetve ami még zavar, az a személyiségemről kialakított képe pár embernek, mert ezt csak ezt szeretném így zárójelben mondani, hogy mindenki sokkal több annál, mint amit, vagy hát nekem ez a tapasztalatom, mindenki sokkal több annál, mint amit az interneten mutat meg magából. Az interneten, amit én mutatok magamból, az egy része a személyiségemnek, szóval nagyon sok embernél meglepődnék, tehát élőben tudtok velem nagyon sok mindenről beszélni, és nem véletlenül nem érintek mondjuk a csatornán annyira érzékeny témákat. Az evészavaromról, amikor beszéltem, az sem volt mondjuk számomra túl könnyű téma, de ott azt éreztem, hogy hiteles vagyok, és ebben a témában meg kell szólalnom. És hogyha lesz még ilyen téma, akkor nyilván fogok ezekről a dolgokról beszélni, de amíg nem érzem azt, hogy a megfelelő tudásom megvan egy adott témáról, vagy a megfelelő hozzáértésem, addig nem beszélnék erről, mert ezt ezredszerre mondom el, de nem érezném magam hitelesnek, és van, aki ebben érzi magát hitelesnek, tök jó. Én is megnézem azokat a videókat, tök jó abból tanulni dolgokat, de én miért mindegy, értitek, úgyis túlmagyaráztam már ezt az egészet. Remélem, hogy akik ezek kire szerettek volna választ kapni, azok most választ kaptak tőlem. Igazából, ja, nem tudom, mit mondhatnék még. Igen, talán annyit, hogy szerintem a csupán szórakoztató videókkal semmi gond, akkor, hogyha nem káros a tartalom. És nem gondolom károsnak a tartalmaimat. Cseppet sem. Ennyi. És most, mert ma állatkertbe mentünk volna, de nem megyünk, mert a barátnőmnek közbe jött valami, viszont egy másik barátnőmet meglátogatom most a munkahelyén, és fogok inni nála egy kávét, meg beszélgetünk, meg ilyenek, ugyanis szombat van, és ez a hetem az egyetemen elég extra volt, mármint, hogy nagyon kifáradtam. Ilona is. Na jó reggelt, egy gyönyörű vasárnapra virrattunk, és most megyünk bráncsolni, vagy hát már amúgy pont dél van, szóval nem tudom pontosan mit csinálni. Miattam késtünk egyébként, mert eredetileg 11-kor találkoztunk volna, de én úgy gondoltam, hogy a vasárnapot még kihasználom arra, hogy egy kicsit tovább aludjak, úgyhogy így délbe találkozunk. A Stikába megyünk egyébként, ahol én még nem jártam, és tök vicces, hogy tegnap pont mondtam, hogy szeretek új helyeket felfedezni, és most pont ez történik, és ezt a barátnőm ajánlotta, hogy menjünk ide, mert ő már többször evett itt, úgyhogy már csak izgatottan várom, otthon direkt előre lecsekkoltam az étlapot, meg minden, hogy tudjam előre, hogy mit akarok kérni, meg hogy mik közül lehet választani, úgyhogy most reggelizünk egyet. Szia! Már is itt.
Igen, igen, van ilyen korai vagy. Már is. Erre készültél erre a viccre. Egész az 1:13 perc. Hát te tudod, hogy merre van pontosan? Jó. Hát ez nem baj, én szívesen ülök itt. Úr sem ilyen kicsi. De amúgy van-e? Vagy ez egy asztal, vagy nem tudom. Mit kérdezzük majd meg? Hello! Szia! Hát ezt gondoltam, hogy van pokróc. Ja. Tényleg a kosmény. Végül a stika, ahová először mentünk volna, az nem volt nyitva. Úgyhogy beültünk. Vagy nem, mi? Ja, nem volt nyitva, bocsánat, nem. Köszönöm szépen. Nem volt nyitva, hanem tele volt az egész, és mivel kint is álltak, hogy várnak, hogy beüljenek, meg ott nincs még ilyen kinti kiülő, úgyhogy esélytelen volt. Szóval beültünk az Anyám szerint nevű helyre, ahonnan emlékeim szerint már rendeltem kaját, ez nem biztos, de lehet, hogy igen, de azt tudja, hogy már láttam ilyen rendelős applikáción. És amúgy ez egy extrém cuki hely, és a világ legkirályabb helyét kaptuk. Mindjárt megmutatom, hogy hol ülünk. Szóval ez az ilyen udvar része. Amúgy nagyon-nagyon hangulatos, és bent is nagyon hangulatos, csak elég pici. És mi itt ülünk így fent. Ez az ilyen legjobb hely. De ez az nagyon menő, mert ez az egy szabad asztal volt, és pont ez. Szóval ezt jól kifogtuk szerintem. Fázol? De meg is érkezett az ételünk. Én full English breakfastot kértem, amit egyébként nagyon szoktam szeretni általában minden helyen, és ez nagyon tetszik nekem, ez a kolbász, szóval ez finom lesz. Te mit kértél? Bundásfeli a szendvicset. És mi van a szendvicsben? Amúgy nem is hallottam, hogy ezt kérted. Sajt meg sonka. Jó hangzik. Mindig hallgassam. Minden ki a hülyém. Úgy ezt tudtad, hogy ezek a lakások, amik így itt vannak, ezek is ennek a helynek a lakásai, és hogyha nincs hely, akkor odaültetik be az embereket. De jó lenne. Csak most azok is tele vannak. Ezt hívják úgy, hogy lakásétterem. Ja. Megettünk mindent, isteni volt minden, mert nekem nagyon-nagyon ízlett, Rebeka, neked hogy ízlettek a dolgok? Nekem is nagyon ízlettek a dolgok. Tényleg, meg amúgy nagyon hangulatos a hely. Ja igen, a Rebeka narancslekvárral kapta a croissant-ját, és az nem ízlett neki annyira. De a többi minden fullos volt, meg szerintem a narancslekvár is finom volt, csak nem a Rebeka ízlése. Micsoda? Ja, de nem, hanem hogy így ránézésre. Köszönöm, hogy így lebuktatsz. Igen, egyébként... Minden jó volt, kivéve az, hogy kicsit tényleg hideg volt még a kiüléshez, viszont ez tavasszal meg nyáron nagyon jó lesz, szóval biztos, hogy fogunk még ide visszajönni. Én nagyon örülök, hogy most voltunk itt. Nagyon megtetszett ez a pulcsi, amúgy mostanában elég sokat szoktam vásárolgatni, de nem tudom, túl jól érzem magam, hogyha jól nézek ki. Nagyon tetszik ez a pulcsi. Ehhez mit szólunk? Ennek ugye a színe jó, viszont ilyen már most extrém gyűrött, szóval szerintem ez ilyen extrém gyűrődős anyag, ami engem nagyon basszantana szerintem hosszú távon, úgyhogy ezt a saját magam érdekében nem veszem meg, pedig amúgy tetszik a színe. Na ez viszont teli találat szerintem nagyon jól áll, vagy nem nagyon, de hogy jól áll, meg ennek imádom a színét, mostanában amúgy ez a színe kedvenc színem, úgyhogy ja, ez biztosan jön velem.
meg ez olyan egyszerű, szóval, hogy ha van egy nap, amikor így nem tudod, mit vegyél fel, vagy én nem tudom, mit vegyek fel, akkor ez a fekete szert, amit általában szoktam alkalmazni, és ez a kis kabát, ez tökéletes. Ezekre a mellényekre, ahogy láthattátok szerintem Instán is, mert csomószom van rajtam, nagyon rá vagyok állva, mint nagyon-nagyon tetszenek, és ezer éve keresek egy sima feketét, mert az alá annyira jó lenne ilyen bármilyen színes inget felvenni, meg mit tudom, mert van ugye az a kockás, azt szerintem biztos láthattátok rajtam, hiszen videóban is volt rajtam, illetve ha követtek Instán, akkor biztosan. Van egy olyan, ami ilyen zöld és amúgy bézs. Azt egyébként meg kell mondjam, nagyon tetszik, de nagyon nehéz kombinálni. Vagy hát nekem kevésszer sikerül úgy felvennem, hogy tetszen. Illetve van egy ilyen több színből összerakott bézses, és azt is nagyon nehéz kombinálni. Vagy hát nekem úgy terveztem el a fejembe, hogy fehér inggel fogom felvenni, de nem tetszett annyira fehér inggel, szóval ez egy tökéletes lesz, tökéletes darab lesz, és szerintem ez nagyon sokszor lesz rajtam. Bár megmondom őszintén, hogy 10.000 forintba kerül, tehát 9.995, és azt azért sokallom, viszont ez egy olyan darab, amit konkrétan keresek már egy ideje, szóval erre most lehet, hogy nem fogom sajnálni ezt a pénzt, és megveszem. Amúgy nem tudom képen miért tűnik ilyen szürkének, meg ilyen világosnak, élőben ilyen tök fekete. Na most jó. Ja, szóval ezt biztosan megveszem, és tök örülök, hogy végre találtam sima feketében. Legalább. De YouTube-on mindenki megtenem. Elmesélte a háttértörténetét? Igen, tehát az a lényeg, hogy én felindultam Szegedre bugyi nélkül. Úgyhogy most Antisra, Váci utcai, Puccos, Sándemben bugyit fogunk venni. Igen, és itt most bugyikat válogatunk. Segítsetek ki, Alex, szavazatok a komment szekcióban, hogy mama bugyit vegyek. Inkább? Tongát, csirkéset. De az agarak színes ruhában ennél, úristen! Úristen! Sziasztok! Ezek nagyon, de úristen, de jól néztek! Na közben haza is értem. Ilona. De ilyen nyávogós macskával valaha ti találkoztatok? Mármint ezt így komolyan kérdezem. Mármint én értem, hogy nem hall, és ezért nyávog ennyire, de ez nagyon durva. Most mi baj van? Na gyere ide. Na szóval közben haza is értem. Még kettő dolgom van mára egyébként. Az egyik az az, hogy szeretnék az IKEA-ból rendelni. És azt hiszem, az IKEA honlapja lehet úgy rendelni. Ilona, ne haragudj, de ez nagyon sok, amit te most csinálsz. De ilyenkor annyira jó lenne érteni, hogy mit mondasz, de nem értem, amit mondasz. Nem tudom, hogy mit szeretnél. Konkrétan kétféle kaja van neki lerakva. Azt hiszitek, hogy éhezik a macska. Kétféle kaja van neki lerakva, plusz víz, meg minden. Nem tudom, hogy csak beszélgetni szeretnél. Szeretnék az IKEA-ból rendelni egy... Na igen, azt akartam mondani, hogy a rendelésben nem vagyok biztos. Lehet, hogy el kéne mennem, csak ugye nekem nincs autóm. BKV-val kéne hazahoznom... Egy ruhaállványt szeretnék venni az IKEA-ból, mindjárt megmutatom, hogy nekem milyen van, és még egy ugyanilyet szeretnék, hogy kényelmesebben elférjenek a ruháim, illetve szeretnék egy álló tükröt, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnék a lakásba, hogy így reggelente egybe le tudjam csekkolni magam, hogy nézek ki, mert általában így ugrálni szoktam a fürdőszoba tükörnél, hogy lássam tetőtől talpig magam, ez egyébként nagyon vicces, és nem tudom, hogy miért tartott ennyi ideig venni, vagy miért még mini nincs, tart ennyi ideig venni egy álló tükröt, szóval ezt a kettőt lehet, hogy ma megrendelem. Egyébként a rendelés nyilván abból a célból jó, hogy kiszállítják, viszont akkor várni kell rá. Hogyha pedig mondjuk arra szánnám magam, hogy esetleg még ma, bár szerintem ez nem fog összejönni, vagy holnap elmegyek és személyesen elhozom, akkor meg ugye nem kell várni rá semennyit, hanem egyből itt van. Szóval nem tudom, ahogy meddig van nyitva az IKEA? Vasárnap van, a hétig, ugye? El kéne mennem. Elférne egyetlen a kezembe? Lehet, hogy nem.
ezt szeretném valahogy így lebonyolítani, hogy vagy megrendelni, vagy átgondolni, és elmenni holnap, vagy ilyenek, meg kinézni azt, hogy miért szeretnék. Illetve van egy könyv, amit csütörtökre el kell olvasni a suliba, és annak mindenképp neki szeretnék állni. Szóval ez a kettő fontos teendőm van még így mára. Nekem ez az egyszerű IKEA-s állványom van, vagyis hát nem a legegyszerűbb, hanem mert ez a cipőtartós verzió. Ugye van ilyen cipőtartó része. És, ja, és már itt is alapból elég szorosan vannak a ruhák. Mert ugye ezzel nincs probléma, viszont egyre több ingem van, meg olyan dolgom, amit amúgy fel is akaszthatnék. Nem kéne akkor, hogy a szekrénybe foglalják a helyet, hanem ha lenne még egy ilyen, az nagyon megkönnyíteni a dolgot, és ebbe az egyszobás lakásomba pont elférne még egy ilyen, és aztán kimaxoltam a dolgokat, szóval az még nagyon jó lenne. Na megtaláltam, ez kell nekem. Egyébként ezt 2 évvel ezelőtt vettem, emlékszem, akkor 5000 forint volt, szóval most 1500 forintnál drágább. Álló tükör kellene nekem, és az is jó lenne, ha fehér szélű lenne, mert így, hogyha már minden fehér, akkor legyen az is fehér. Mi? De szerintem van fehér, hol van? Hol van? Ja. Ja, itt van. Na ez, igen, ez szerintem a legegyszerűbb, és nézzétek, mennyire jó a hátulja, ilyen vannak rajta ilyen tartók, és erre is lehet egy akasztani cuccokat, szóval ez nagyon praktikus lenne számomra szerintem. Elfogyott! Nem már. Na, végül jó sok gondolkodás után ez a végső választásom. Ugyanis ez annyiból jobb, ugye ez falra szerelhetős, szóval helyet sem foglal, ami nem hátrány az én egyszobás lakásomban. Úgyhogy...